Házi készítésű harapnivalókkal és süteményekkel teltek meg az asztalok a Széchenyi Gimnáziumban, az Újhatvani Szent István Alapítvány farsangi batyusbáján. Dányi Istvánné már hosszú évek óta tagja az egyházközségnek, az Újhatvani Szent Rita Caritas csoport vezetőjeként pedig a rászorulókon segít. Nagyon nagy erőt ad, mert ahogy mi segítünk, meg jó érzést tölti el azokat, akik kapnak valamit, ez ránk is visszahat, mert azt jelenti, hogy a szeretetüket így ki tudják mutatni, és nekünk ez nagyon sokat jelent. Úgy vagyunk vele, hogy akár takarítunk, vagy bármit csinálunk, az, hogy együtt csináljuk, az olyan nagy élmény. Az Újhatvani Szent István Alapítvány csaknem 25 éve segíti a plébánia működését és a város egyházi iskoláinak programjait, fogalmazott Rácné Sisa Ágnes, az alapítvány felügyelő bizottságának elnöke. Mint mondta, egyházi rendezvényeikkel a közösséget kívánják még inkább összekovácsolni, míg az urkái és a széchenyi tanulóinak rendszeresen szerveznek táborokat, zarándoklatokat, a legkiemelkedőbb diákokat pedig ösztöndíjjal jutalmazzák. A farsangi bált idén is jótékony céllal valósították meg, a bevételből a plébánia eszközparkját kívánják bővíteni. Az idei bál bevétele az kimondottan egy ilyen rendezvény sátornak a megvételére szeretnénk, hogyha összejönne a pénz, hisz nagyon sok olyan rendezvény van az Újhatvani templom kertjében, ami nagyon szép, amihez kellene egy sátor, és eddig mindig kölcsönkértük, hol innen, hol onnan, és ez rendkívül jó lenne a táboroknál, a különböző rendezvényeket. A bálozóknak ünnepi műsorral is készültek a szervezők, a jelenlévők láthattak egy részletet a Csipke Rózsika balettből, énekelt és gitározott Varga Dániel, és a Széchenyi énekkart is hallhatta a közönség. A rendezvényen tartottak továbbá tombola húzást, melynek nyereményei felajánlásokból érkeztek, az egész estés jó hangulatról pedig élőzenével gondoskodtak.